A Magyarok kenyere 15 millió búzaszem programon lépett fel Kassa Tibi. Vele beszélgettünk a nagy átalakulásáról, a terveiről és a jótékonykodásról. A rajongók közül nem volt egyszerű behozunk Kassa Tibit, hiszen nem első alkalommal jár már Karcagon. Szeret Karcagra jönni? Abszolút, nagyon-nagyon jó emlékeink van. Pont idefele beszélgettünk a bátyámról, hogy mi is volt valami birka, de több rendezvényen voltam, volt szépségverseny, és volt valami birkabárány fesztivál, nem emlékszem pontosan mi volt, de hogy sokszor voltunk, és nagyon-nagyon kedveljük, és egyébként most is nagyon vártunk, gyönyörű utunk volt, szép időnk volt, tündéri közönség van, remek idő, úgyhogy mi kell még, úgyhogy alig várom a koncert, és csinálunk egy jó bulit. És milyen volt az első koncert így a Covid után? Tehát nagyon készültek rá, nagyon várták, és a közönség az hogy fogadta? Tök őszinte leszek, kettős érzéseim vannak a Covid utáni koncertekkel kapcsolatban, mert én azt gondolom, hogy én talán hálásabb vagyok bizonyos értelemben, mint talán sokan. Tehát én azért azt látom, hogy az emberek újra természetesnek vették azt, hogy van életünk. És én szerintem hálásabbnak kéne egy picikét lenni, és úgy tekinteni a jövőbe, hogy ki tudja, hogy meddig van. Úgyhogy én azt látom, hogy persze az emberek ott vannak és élvezik, de nem látom azt az eufóriát, amit én gondoltam, hogy látni fogok majd a koncerteken, hogy minden embernek a kezelába a magasban van, és boldog, hogy kint lehet. Én mindig ilyenkor egy picikét aggódok, tudod, hogy biztosan elég hálásak vagyunk érte, szóval jó Isten ne lássa, hogy így becsüljük meg azt, hogy visszakaptuk az életünket, hogy már ott vagyunk, és már egy kicsit unatkozunk a színpad előtt, mert most akkor nekünk most hirtelen jött szabad időnk van. Szóval én borzasztóan boldog vagyok, iszonyan hálás vagyok érte, hogy van újra egy picit életünk, családommal próbálok tényleg minél többet menni, kirándulni, együtt lenni, és az embereknek is ezt tanácsolom, hogy becsüljük meg, amíg tart, mert azt gondolom, hogy látva a környező országokban, hogy mi történik, ez a hirtelen jött szabadság, attól félek, hogy hirtelen véget is fog majd egyszer érni. De ne legyen igazam. Ne legyen igazam, és azt gondolom, hogy a gyermekének azért ez az otthonlét, hogy többet volt otthon, ez mindkettőjük hasznára válhatott, hiszen jobban megismerték egymást. Mi volt az, amit mondjuk először csinált a gyermeke, amikor otthon volt, és örült, hogy részese lehetett? Minden. A gyerekem életében minden tekintetben kivettem a részemet, tehát igazából nekünk jobban megismerünk nem kellett egymást, az első pillanattól, én nem egy ilyen vasárnapi apuka vagyok, az első pillanattól kezdve mindent csinálok, és iszonyan apás is a gyerek egyébként. Szóval a feleségemmel mi totális megosztásban viszünk mindent, tehát nem volt olyan folyamat, amiből én kimaradtam volna, én ugyanúgy keltem éjjel, én ugyanúgy vittem, amikor pici volt is mentünk már bandázni, babakocsival kézbe, tehát nekem megismerkedni, hál' Istennek, nem a Covid alatt kellett a gyerekemmel, de az tény, hogy sokkal többet voltam otthon, és most egyébként, hogy egy picikét az üzleti élet újra az embert beszippantott, és most is fantasztikusan sok időt töltünk együtt, tehát, és minőségi időt, de látom, hogy már például most, hogy elindultam koncertezni, mondja a gyerek, hogy apa ne menj el, én is jövök. Tehát, hogy neki ez, hogy ilyen, tényleg ez a Covid baba, aki abban töltött időt, és ebből a szempontból áldás is volt az idő, hogy tényleg még sokkal több időt töltöttünk, teljesen hermetikusan együtt családként, de most is erre nagyon-nagyon figyelünk, úgyhogy nem változik ez gyökeresen, és amúgy olyan terveink vannak családként egyébként, hogy egy picit két laki élet irányába gondolkozunk, ahol még inkább egymásra leszünk utalva, úgyhogy a gyerekem nem fog hiány szenvedni sem Covid alatt, sem Covid után a egyik szüleiben sem. Az utóbbi két hónapban azért jelentősen átalakult, hiszen láthatólag kívülről is látszik. Belülről ezt hogyan élte meg? Mi volt ez a pont, amikor elkezdte, hogy na, akkor most nekem muszáj váltanom? Ezt elmondtam több helyen, hogy alapvetően az volt egy utolsó lökés, hogy egy hármas szintű zsírmájat diagnosztizáltak nálam, ami alapvetően a nagyon komoly alkohol problémákkal küzdőknek egy tünete, vagy egy problémája, és úgyhogy én nem iszom. Tehát ez egy elég aggasztó dolog volt, ez alapvetően a kövérséggel és a helytelen táplálkozással függött össze. És hát nyilván azért az embert megijeszti, tehát azt tudja, hogy ez nem jó, hogyha már jött bekakukkol. Tehát és az van egy két és fél éves gyerekem, akit jó lenne még látni leérettségizni, meg nagy Isten férhez adni. Úgyhogy ez egy nagy lökés volt, és akkor közben kifejlesztettem, hogy kialakítottam olyan saját diétát és egy olyan saját termékcsaládot, ami az én sikertelen diétáimnak a tapasztalataira alapozott. És próbáltam olyan dolgokat beletenni, hogy én nekem mi volt, ami nehézséget okozott, mi volt az, ami nem ment, mi volt az, amiért feladtam mindig, és azokat kiigazítottam most ebben, és így alakult ki ez a saját módszer. És lelkileg is rengeteget változtam, tehát egyszerűen az, hogy nincs ez a hashúzás, nincs a szorongás, nincs a egyszerűen magabiztosabb, egyenesebb az ember, vagy olyan... Bátrabban mert tükörben nézni? A tükör is nyilván jó érzés, az is persze egy hálás dolog, hogy XL-es vagy XXL-es fiúból, most én ez a póló, amit állok előtted, ez egy MS póló, ez egy jó érzés,
De inkább azt mondom, hogy lelkileg és magabiztosságban annyira kottázni lehet a különbséget, hogy az ember a kommunikációban, akár jobb műsorvezető lettem azáltal, hogy egy nagyon nagy adag szorongás, amit elviszi az energiáidat, meg hashúzás, meg jaj, most hogy nézek ki, az úgy nincs, és az ember úgy büszke arra, hogy odáll a kamera elé, vagy odáll egy beszélgetésbe valaki elé, akár most elé 30 centire. Úgyhogy ez jó, külsőleg is, belsőleg is egy fantasztikus átalakulás, és borzasztóan hálás vagyok a sorsnak, hogy ez 43 évesen még végig tudtam így csinálni. Akkor a szerencsekerék is, ez így most önnek kedvezett ebből a szempontból? A szerencsekerék is egy plusz motiváció volt, hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem. És abból a szempontból is örülök, hogy a szerencsekerék alatt még azt is ki tudtam próbálni, hogy mennyi energiám van. Mert napi 3 adást vettünk föl, ez 10-12 óra forgatás. Tehát igazából 10-12 óra forgatás végigcsinálni, úgyhogy az ember nincsen jó energia, szinte nem ment volna. Ma a Magyarok Kenyere ünnepére érkezett ön a záró program, amit nagyon sokan várnak, ez egy jótékonysági rendezvény. Úgy tudom, hogy ön is szeret jótékonykodni. Nagyon sokat jótékonykodunk a feleségemmel. Egyetlen egy szabály van nálunk, hogy soha nem úgy jótékonykodunk, hogy az valami szereplést legyen, és soha nem ünnepeltetjük magunkat semmilyen fajta adományért. A Covid alatt is rengeteg kórháznak, rengeteg alapítványnak adományoztunk, segítettünk ténylegesen, ezt ők is tudják igazolni. Úgyhogy igen, abszolút fontos ez számunkra, de soha nem azért, hogy utána lájkokat vadásszunk belőle, vagy megünnepeltessük magunkat. De igen, nagyon fontos, és ezt tanácsolom mindenkinek.